Sziasztok! Következő bemutató videóm egy Funko Pop-os kulcstartó lesz, ez a Stranger Things-ben a Dustin. Így néz ki. Nézzük, mi van rá, van dobozára. Műanyag, vinyélfigura. Netflixnek a sorozata ez egyébként. Hát szerintem mindenki ismer, nem kell bemutatni, ez a pösze csávó belőle. Szerintem elég jó fej. Nézzük, mi van rá, a Reflex Shop, importálja, törődő. A játék apró alkatrészeket tartva az áron a gyermekek számára nem ajánlott. Újra összesított papír, újra összesított műanyag van benne. Minden része. Na jó van. Az alján is van valami felirat. Made in Vietnam. Na, bontsuk ki, és akkor nézzük meg. Na, szóval kiszedtem a dobozából, sose volt még ilyen funkós. Funko, nem tudom, hogy kell mondani, kulcstartón, már nézegettem máskor is Alienben, vagy Predatorban nagyon tetszett, de már ezeket nem lehet kapni. Az van ezekkel, hogy van ilyen limitáltak, vagy új idézőjelben, hogyha elfogynak, akkor már utána nem lehet megrendelni őket. Azért nem vettem sose ilyet, mert itt, ahogy belecsatlakozik ez a tartó, ez nem tudom mennyire tartós, szóval ebben a műanyagban ez nem tudom mennyire van beleaplikálva, vagy beleintegrálva, vagy hogy mondjam. Egyébként így néz ki, nagyon jó minőségű kidolgozás. 2300 körül volt, plusz posta. Van hozzá egy nagy karima is, így néz ki oldalról. Walkie-talkie van a kezébe. Hát hasonlít amúgy. Picikét mondjuk, nem tudom, ezek a Funko figurák, ezek annyira nem adják. Én olvastam is egy cikket, hogy égetik el Amerikában, annyi rajtuk marad, nem is tudják eladni őket. Na, akkor nem tudom, miért nem adják olcsóbban. Mert picikét drágák, az azt hiszem akciósan volt ennyi. De amúgy nagyon tetszik ettől függetlenül. Nagyon tetszenek a videóim, iratkozz fel a csatornám, és mi lájkot, sziasztok!